első alkalommal rendezi meg Gödöllő városa 2015. szeptember 11-e és október 30-a között a számos programot, köztük több már népszerű kulturális rendezvényt összekapcsoló Gödöllő Őszfesztivált. A fesztivál nyitónapján tartott sajtótájékoztatón dr. Gémesi György Gödöllőváros polgármestere kiemelte, a fesztivál célja tovább erősíteni a város eddig is gazdag, sokszínű kulturális életét. Az, hogy a Gödöllőz fesztivál létrejött, abban elsődleges szerepe a gödöllői kulturális műhelyeknek volt. Igényként merült fel, hogy a gödöllői egyébként is meglévő programokat kiegészítve, csokorba összegyűjtve egy két hónap alatt bemutathassuk a gödöllőieknek, illetve a Gödöllő iránt és a kultúra iránt fogékony embereknek, hiszen egyre többen látogatnak el a mi rendezvényeinkre, hiszen a kulturális műhelyekben igényes, magas színvonalú kultúrát tudunk közvetíteni. Köszönet a kulturális műhelyek vezetőinek, ami nem csak nemzetivé, nem csak hazaivá, hanem nemzetközivé is emeli ezt a programot. A fesztivált bemutató kisfilmben a jövőre 35 éves fennállását ünneplő Gödöllői Szimfonikus Zenekar szólaltatta meg Rossini Tolvajszarka című operájának nyitányát. Horváth Gábor, a zenekar vezető karmestere örömét fejezte ki, és megtiszteltetésnek nevezte, hogy szerepelhetnek a fesztivál programjában. Két évente van alkalmunk a Liszt Fesztiválon közreműködni. Idén egy Beethoven zongorverseny, illetve Liszt nagyszabású Faust szimfóniáját fogjuk előadni. Az idén 14. alkalommal megrendezésre kerülő Liszt Fesztiválról Bogányi Gergely, Kossuth és Liszt díjas zongora művész, a híres Bogányi zongora megálmodója mondta el gondolatait. Bogányi Gergely hangsúlyozta, a Gödöllő Őszfesztivál olyan minőséget képvisel, ami nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő. Tehát mi itthon, magyarok, Gödöllőn nyugodtan legyünk büszkék arra, hogy egy ilyen óriási volumenű és minőségű fesztivált adunk az embereknek, a gyerekeknek, fiataloknak és hát mindenkinek. A 17. Gödöllői Nemzetközi Hárfa Fesztivál fellépőiről és programjáról Jakobi László szervező beszélt. Elmondta, az idei fesztivál különlegességét nem csupán a neves fellépőgárda jelenti. Szombaton is vasárnap lesz a koncert. A szombati koncert az Marie-Pierre Langlamé koncertje, és a vasárnap pedig Naoko Yoshinoé. Viszont mind a ketten közreműködnek a másiknak a hangversenyén. Tehát lesznek két hárfás művek, amiket lesz olyan is, amit kifejezetten rájuk írtak, lesz olyan is, amit ők hangszereltek, vagy mások hangszereltek át hárfára. Hát ez a három koncert azt hiszem, hogy elég különleges, még az eddigi hárfafesztiválok sorából is kiemelkedik. Péterfi Csaba, Gödöllőváros önkormányzatának kommunikációs igazgatója és nemzetközi kapcsolatok koordinátora hangsúlyozta. A fesztiválon közel 50 kulturális rendezvénnyel, köztük koncertekkel, színházi előadásokkal, irodalmi estekkel, kiállításokkal várják a látogatókat. Ezeken túl még egy érdekességet is elárult a jelenlévőknek. A Garabonciás Színtársulat bemutatja idén Cyrano darabját, és erre a társulat egy különleges szemét kért fel a főszerepre, ez pedig nem más, mint Gödöllőváros polgármestere Gémesi György, aki itt Gödöllőn van, azért már tudják, hogy jó pár éve a nőnap alkalmából számtalan rendezvényen részt vesz polgármester úr, azonban azt hiszem, hogy ez az első nagyobb színházi darabja, úgyhogy készül rá, ugyanazt nem tudom, mert engem én is szerepelek sajnos benne, mert engem fél óra után leszúr, tehát a többi részét nem tudom, hogy mi fog történni, de várjuk Önöket erre is természetesen. A sajtótájékoztatót követően a résztvevők a kastély lovardájában bepillanthattak a Gödöllői Szimfonikus Zenekar esti opera gála hangverseny a la Rossini című estjének főpróbájába is.